Az elmúlt 20 évben Pécs egyik legnépszerűbb turisztikai attrakciói lettek a világörökségi helyszínek. A sírkamrákat kezdetben még külön lehetett megtekinteni. Ezek közé tartozik az itt látható cella szeptikura látogatóközpont is, az ókeresztély mauzóleum és az Apáca utcai síremlékek. Egyedülálló olyan szempontból, hogy Magyarországnak a legnagyobb egybe összefüggő föld alatti régészeti lelőhelye itt látható. Az egyben összefüggő pedig arra vonatkozik, hogy 2007-ben jött létre a cella szeptikura látogatóközpont, ahol most is vagyunk, ami tulajdonképpen egyben mutat be 6 darab kétszintes sírkamrát és két külön temetkezési épületet. 1800 négyzetméteren járható be föld alatt Pécsnek a római kori múltja, amihez hasonló sincs sehol, sem az országban, sem Európában, ilyen komplexum nem létezik. Bőven van még munka, a mai napig is folynak régészeti feltárások a világörökségi területen. Ezeket a Janus Pannonius Múzeum munkatársai végzik. Az üzemeltető Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Adatai szerint 125 országból érkeztek turisták a világ minden tájáról. 2007 óta több mint 600 ezer látogató kereste fel az ókeresztény sírkamrákat, temetői helyszíneket. Külföldiek nagyon jelentősebb számban látogatják, mint mondjuk más pécsi látnivalókat. Ugye nekem elsősorban a Zsolnai negyedre van rálátásom. A világörökségi rang, az a brand, a márka, az nagyon vonzó a külföldiek számára is. A statisztikák szerint 125 országból látogattak már ide. Éppen itt most nézegettem a vendégkönyvet, egyik utolsó látogatónk például Brazíliából érkezett még november elején, amikor még nyitva lehetett a látogatóközpont, és ő be is írt ide a vendégkönyvbe. Az UNESCO Világörökség Bizottsága Pécs Szopiane ókeresztény temetőjét éppen 20 éve, 2000. december elején vette fel a világörökség jegyzékbe kulturális örökség kategóriában.